Trin leküzdötte az első hullámokat, de már érezte, látta, hogy közelednek a többiek. Tudat alatt valaha bejárt területekre gondolt. Talán a Tripoli öbölben volt, talán Madagaszkár mellett, de az is lehet másutt. Minden esetre földi tenger hullámai dobálták gyenge testét, és ezt a gyengeséget minden tagjában érezte, nagyon is érezte. Egyébből sem állt teste és akarata, mint átható gyengeségből. Ez dühítette, de tisztán tudta, ez a düh is gyenge ahhoz, hogy bármit is tegyem. Hagyta hát, hadd emelgessék a hullámok. A való életben ezt is kibírta sokszor hetekig, hajózott az óceánokon, és nem lett rosszul az állandó hullámzástól. Most viszont a gyomra felfordult, legszívesebben kiszállt volna ebből a hajóból, de nem is látta azt. Valahol teste alatt volt, talán csak egy tutaj, egy kezdetleges csónak. Nem számított persze. Zöld hullámok közeledtek, de mire odaértek, tűzzé válták, és égették a testét. Fekete pára csapott fel, és Trin jajgatva szenvedett. A Loretin hatása lassan, nagyon lassan csökkent. Trin lélegzését az orvosok kénytelenek voltak gépekkel erősíteni. A láz még uralta a fiatalember testét, s amikor Bart föléje hajolt, hogy a gép helyett maga törölje le homlokáról a verejtéket, meghallotta fivére suttogását. Egy repedés van a sziklában, a talajon. Abban menjetek, úgy odaértek, fiúk. Olyan halk volt a hangja, hogy ezt csak Bart hallhatta, de ő sem figyelt rá igazán. Egyetlen vágy éltette, az kötötte le teljes figyelmét, megmenteni fivérét. Megint anyját látta maga előtt. Ha Trin meghal, lett a dorgnak, mintha a lelke egyik fele veszne oda. Ha arra gondolt, anyja szemébe kéne néznie, és elmondania neki, miképpen halt meg Trin, hogy éppen az ő kezében... Végtelen szeretettel törölgette most Trin homlokát. Csak később hatolt tudatába, hogy Nóra beszél hozzá. Bart, hall engem? Igen, most hallom. A gép most közli az eredményt. Ó! Az utolsó csodálkozó döbbent felkiáltást már nem is hallotta, mert hirtelen felüvöltöttek a szirénák, kigyúltak a vörös fények. Szeme sarkából látta, hogy az ajtó nyílik, valaki áll a kerek gyógyterem küszöbén. A Loretint innen adták be Trinnek 24 perce. Bart, tudod, ki tette? Csak ő tehette. Tudom, suttogta és felállt. Azaz ány kimozdult a félhomályból, közeledett, s ő akár egy rémálomban elébe ment. Nem engedheti, hogy Trint. Longis volt, Bart! Longis tette! Kiáltotta, sikoltotta Nóra. Vigyázz, Bart! Tudom, ismételte ő, és a férfi arcát nézte. Longis itt van. Longisnak nem volt más választása, azt mondták megbízói, ha nem teljesíti a feladatot, megölik. És ő nagyon jól tudta, hogy így van. Amazok nem tréfálnak. Megülték Dávidot is, és nem csak őt. Az a három űrhajós már a hullaházban van, és oda kell kerülnie a negyediknek, az utolsónak is. Mielőtt elmondja, amit tud. A megbízók nem kockáztathatnak. Ők nem. Csak a megbízottak. Nekik kötelességük ez, más választásuk nincsen. Álljon félre, doktor! Longis megnedvesítette ajkát. Tudta, nincs sok ideje, másodpercek csupán. A bázis egyik űrruha raktárából zsákmányolt lézerpisztolyt maga elé tartotta. Ahogyan a filmekben látta. Ha sikerül megtennie, mit számít, hogy elkapják? A törvények szerint csak 20 év egyedül létre ítélhetik. 20 év egy lakatlan szigeten nem lesz az olyan rossz. Biztosan ki lehet bírni. Gyakran hallott olyanokról, akik kibírták. Azok is gyilkoltak valaha. Nem megyek, mondta Bart. A torkát folytogatta valami. Talán a félelem? Lábai most, mintha gyökeret eresztettek volna. Testével takarta az ágyon, gépek között fekvő fivérét. Az oxigén sátor mögött láthatta volna Trin arcát is. De Bart nem fordult meg. Csak Longis szemét nézte. A fiatal asszisztens a kényszer és őrület határán állt, durván kiáltotta. Menjen onnan, mert magát is lelövöm! Akkor meglepő dolog történt. A megafonokban egy férfi hang dörrent. Longis, adja meg magát! Alig ha nem Tomassi volt az. A fiatal ember körbenézett.
de csak a fali hangszórókat láthatta. Ugyanakkor Bartról lefosztott a bénító mozdulatlanság, a félelem. Erő költözött agyába, testébe. Mintha nem is ő lett volna, mintha kívülről látta volna magát, amint villámsebesen mozdul. Lábai elrugaszkodtak a talajtól, repül a levegőben, előre tartott kezekkel. – Ne! – üvöltötte Longis. Felemelte pisztolyát. Ibolya színű fénysugár csapott át a termen. Egy férfi sebzetten ordított, egy másik, zöldes fénysugár céltéveszten szaladt végig a terem falán, műanyag csempék pattogtak le nyomán, égett szag és füst támadt. Bart már Longisnál volt, rávetette magát, de döbbenten vette észre, hogy a férfi nem áll ellen. A fegyverét sem látta sehol. Longis üvöltve zuhant a padlóra. Bartból kitört az állat. Soha nem hitte volna, hogy még ennyi van benne az emberiség ősi állapotából. Minden kitörlődött az agyából, most nem a Holdon volt, nem a 25. században, nem orvos-biológus volt. Vadként rohant egy szavannán, üldöző és üldözött volt, faágat markolt, és csak az éhség és a félelem dolgozott benne. Ösztönlény egy ösztönvilágban. A szemére vörös köd borult, és elfeledett mindent, mindent. Csak ellenfelét látta, a cél is elhalványult benne, igen, meg kell mentenie Trint, de akkor ez már kihullott az emlékezetéből. Harcolni akart, kardfogú tigris és kígyó volt egyszerre, megragadta Longiszt, aki aljas módon lopta be magát a birodalmába, és úgy tett mindvégig, mintha vele együtt Trin megmentésére törekedne, közben egy óvatlan pillanatban beadta neki a mérget. Akkor eszmélt fel, amikor erős karok ragadták meg hátulról. Különben is furcsa volt, hogy Longiszt nem ellenkezett. Pedig élt, hisz kiabált átható hangon akár egy rémült gyermek. Férfiak lepték el a termet. Felrángatták Bartot. Valaki orvosért kiáltott, ami eléggé szokatlan volt éppen itt a kórteremben. Kikapcsolták a villogó vörös fényeket, a légintegritást megsértését emlegető monoton géphangot. Bart akkor látta, hogy Longis él, de mindkét karjából bőven csorog a vér. Nem tudta, mi történhetett vele. Ő nem sebesítette meg. Akkor hát ki? Nóra bukkant fel az ajtónál. Barthoz rohant. Nem esett bajod? A férfi messziről jött vissza. Eltűnt a szavanna, a tigris, lecsillapodtak az ösztönök. Az idegen biológiai akarat, amely az előbb kis hiánygyilkost vagy halottat csinált belőle. Mélyeket lélegzett, tekintete körbejárt. Lassan észre tért. Még egy pillantást Rin és a gépek felé. Ott sincs baj. Bart! Köszönöm, hogy figyelmeztettél, sóhajtotta az orvos. Nagyon közelről látta a lány szemét, és most csak azt. A kezét is kinyújtotta, hogy megérinthesse, de csak két ujja érintette a nő karját, aztán visszahúzta. Mintha bizalmatlan lenne. Pedig hálás volt, és tartott kissé Nórától. Tegeződésük attól kezdve nagyon természetesnek tűnt. Az utolsó pillanatban kiáltottál. Akkor értettem meg, hogy csak Longis tehette be a Loretin Trin szervezetébe, mert az előző program kimutatta, hogy odalentről távirányítással érkezett ez a parancs. A vezérlő ugyan közölte a parancsadóval az ilyenkor szokásos figyelmeztetést, de Longiszt ez nem zavarta. A mi hibánk. Jobban kellett volna figyelnünk. Bart az ágyhoz ment. Végleg döntött. Most már semmi sem kerülheti el a figyelmemet. Tomászi állt mellette. Nézte, ahogy felsegítik Longiszt. Adamson doktor kerül elő valahonnan, septében bekötözte a férfi kezeit. Nora segített neki. Bart látta, két férfi áll még mindig az ajtóban, kezükben lézerpisztoly. Szóval résen álltak, és amikor kellett, nem haboztak használni a fegyverüket sem. Még jó, hogy az őrség közel volt, jegyezte meg Tomassi. De doktor, ön túl sokat kockáztatott. Igaza van. Bart elfordult. Nem akart most beszélni senkivel. Csak Trint figyelte. Eltelt egy egész perc, mire megfordult, hogy válaszoljon Tomassinak, csodálkozva látta, hogy a terem már üres, semmi jele annak, ami az előbb történt. Egy takarító automata lustán mosogatta fel a vérfoltot a padlóról, megnyugtatóan égtek a belső lámpák. Egyelőre nem történt semmi, mondta Raptov, és megvakargatta a fülét. A második hajó sem mert közeledni hozzájuk azok után, ami veletek történt.
Most mind a két hajó az aszteroida túlsó oldalán halad, és csak arra vigyázunk, nehogy amazok szem elejé kerüljünk. Ezek szerint még semmiről sem késtünk le. Talters a legszívesebben ismét lehordta volna az egész társaságot, aztán eszébe jutott, hogy így legalább ő is részt vehet a majdani összecsapásban, és ez elégedettséggel töltött el. Maddára vetette egy pillantást, összenéztek, és ez olyan jó volt. Megmenekültek két halálos veszedelemből. Nem vesztek oda a felrobbant hajóban, és társaik nem hagyták őket az űrben. De most új feladatok várnak rájuk, úgy érezte a kapitány. Bányászathoz használt infrahangos kőzettörő ágyújuk van, mondta. Már kétszer vetették be. Az első esetben azok ellen, akik felfedezték őket. Szegények mit sem sejtettek a dologról, ezért a kordelli hajtóművet nem árnyékolták le duplán. Az infrahullámok szétvetették a hajtóművet, és nukleáris robbanás következett be. Ezt már mi is tudjuk, bólintott Raptov. Társai négyen voltak, félszemmel a műszereket figyelték, bár a hajót robotpilóta vezette, és a vezérlés folyamatosan működött. És többet is tudtok, közölte Tartás szárazon, és folytatta. Az a bolygó ott, határozatlanul lefelé mutatott a vezérlő padlójára, a beméréseim szerint igen nagy fémtömeget képvisel. Többet, mint amennyit a térfogata alapján feltételeznénk. Nyilván ők is így jöttek rá a dologra. Elszállt itt valami hajójuk, és az ügyeletes felfigyelt a fémkereső és térfogat számláló adatai között jelentős különbségre. Ti is tudjátok, ezek minden alkalmat megragadnak, hogy... Nézzétek csak! Kiáltotta a 20 éves kormányos. A radaron egy új pont tűnt fel. Nagy sebességgel közeledett, de valahogy furcsán imbolyogva, mintha keresne valamit az ültben. Robotpilótát védekezésre! Kiáltotta Tartars. Raptov már ugrott is, megérintette egy szenzort. Az űrhajó sebességében kicsi, de érezhető változás állt be. Infrát neki! Mondta valaki. Madda az üléseket nézte. Vajon melyik a katapultos? Még rajta volt az űrruha. Csak most figyelt fel arra, hogy a hajó egész személyzete ilyen ötös biztonsági fokozatú űrruhát viselt. Ez nem lehet véletlen. Infraágyú sugara söpörte a teret a hajó előtt. A radaron jól látták, hogy amint a sugarak beleütköznek a fénypontba, egy villanás, és a fénypont nem volt többé. Milyen jó, hogy minden hajón van egy ilyen szerkezet a meteorok ellen, mondta a fiatal kormányos. Tartás ránézett. Remélem nem hitted, hogy ez is meteor volt. Mióta repülnek a meteorok cikcakkosan? Raptob a fejét csóválta. Ezek nem tréfálnak. Rakétát lőttek ki ellenünk. Persze, hisz jól tudják, hogy itt veszteglünk, a kis bolygó másik oldalán. Ha pedig ezzel sem mennek semmire, hát felszállnak a hajójukkal, és úgy támadnak ránk. Még szerencse, hogy azt a nagy infraágyút nem vetik be ellenünk, vélte Madda, hiszen az egy bányagép. Mi is így gondoltuk, bólogatott az egyik férfi, egy sárga bőrű, holló fekete hajú fiatalember. De valahogy odavitték azt a gépet, tehát el is hozhatják onnan. De hajóból nem lőhetnek vele, vetette ellen Raptov józanul. A saját hajójuk páncélzatát is szétrombolnák vele. Betehetik a teherzsilibbe úgy, hogy a sugárvető csövét kívül hagyják, és ha van a hajójukon egy aranykezű gyerek, hát átalakítják a zsilip vezérlését, hogy nyitott külső zsilipajtókkal is elindulhassanak az űrbe. Töprengett hangosan Tartars. Ő minden esetre így csinálta volna a mazok helyében. Egy percig hallgattak, aztán Madda szólalt meg. Szóval ismét szerettek volna megölni bennünket. De végül is kik ezek? Bart nézte fivére kisimult, nyugodt arcát. Az elmúlt fél órában Nórával együtt a lehetőségekhez mérten helyrehozták a férfi állapotát, és Tindorg mély álomba merült. Az orvos fáradt volt. Tudta, eljön az idő, amikor mindenképpen aludnia kell mennie, és szerette volna, ha addig Nóra veszi át a helyét. Bár még kissé tartott a nőtől. Igaz, Longis támadása előtt másodpercekkel éppen Nóra figyelmeztette őt, de az a figyelmeztetés kis hián túl későn érkezett. Az objektum hangulata átragadt Bartra is. Senkiben sem tudott igazán megbízni. Thomasról is kiderült, vigyázz rájuk. Az őrök nagyon közel voltak, szinte a mellettük lévő teremben várakozhattak, mert azonnal közbeléptek.
így is majdnem túl késő lett. Nem tudta, mit gondoljon Nóráról. Valami nagyon vonzotta hozzá, de még mindig félt egy kicsit. Még egyszer végignézte a medicinrobotok mutatóit. Fivére álmát semmi sem zavarta. Vérében lassan kezdett helyreállni minden, a légzés lelassult, a szívműködéssel sem voltak bajok. Sokat kell majd pihennie, sóhajtott és leült a székre. Hamarosan észrevette, milyen kényelmesen ül rajta. Elhelyezkedett, feje vállára billent. Nem tudta azt sem, mennyi idő telt el, még egyszer csak arra riadt, hogy valami történik. A helyiségben most is fél homály volt, de egy hang suttogta a falból. – Bart, ébredj! – Igen? – kérdezte rekedtem. Szomjas volt, fáradt és álmos. Az oxigén sátor alatt Trin arcát látta. Egy pillantás a műszerekre, minden rendben. Halványan égtek a fények. Bajos előérzetem van, mondta Nóra. Hangja sejtelmesen csendült. Bart félig kábult volt. Órájára nézett. 9 óra telt el, mióta visszajött a felszínről, és átvette az ügyeletet. Micsoda előérzet? Nehezen tért magához. Miről beszélsz? Valami rossz készül, érzem. Hogy érzed? Ez is valami pszichológiai dolog? Nevezhetjük, ahogy akarod. Az biztos, érzem, hogy valahol a közelben rosszban sántikál valaki. Ez olyan régies nyelvi fordulat lehet, vélte Bart. Körülnézett. A kórteremben csak az ágyak és a gépek álltak, minden úgy volt, mint azelőtt. Mégis. Lehet, hogy valami megváltozott. Aztán megrázta a fejét. Már rám is hatással van ez az ostobaság. De mivel Nóráról volt szó, hát ezt nem mondta volna ki hangosan. Felállt, tett néhány ideges lépést. Azt hiszem, képzelődsz, mondta volna tovább, hogy megnyugtassan őt, de ekkor valóban történt valami. Sötétség borította el a termet. Az első pillanatban nem is értette, mi történt. A feketeség hirtelen szakadt rá, váratlanul, fenyegetően. És éppen ez volt a legszörnyűbb. Arra fordult, ahol fivére ágyát sejtette. Újabb rémület vágott agyába. A medicinrobotok sem működtek. Egyetlen ellenőrző lámpácskát sem látott. Persze, nincs áram. Csak ez lehet a magyarázata. Trin, kérdezte halkan, ahogyan egykor, nagyon régen. Idestova 30 éve, amikor még a Trendálon éltek, és nem egyszer ketten maradtak a házban. Apa és anya elrepültek a bolygó valamelyik másik részén, végezték dolgukat. A házban hát egyedül maradt a 2 gyerek, néha Trin szólt át az esti homályban. Bart? Vagy Bart hívta fivérét, mielőtt fénygyújtott a ház automata vezérlése. Néha éjszaka is felébredt egyik vagy másik, és olyankor mindig egymást hívták. Trin és Bart. Most is együtt voltak a sötétségben. Bart rettegett. Áram nélkül a gépek nem vigyázhatják Trin állapotát. Nóra, jelentkezz! Szóljál! Kiáltotta. A külvilág segíthet. De a csönd megértette vele, a hangtovábbító rendszer sem működik, vagyis az áramhiány az egész objektumot felöleli. Hallgattak a rádiószirénák. Nem működtek a zsülipek. Semmilyen világítás nem volt. A hatalmas talaj alá sülyeztett épület összes szintjén minden szurokfekete sötétségbe burkolózott. A rejtélyes intézmény éjszakába süllyedt, mintha meghalt volna. Tomassi, hogy az ördög vigyel ezt az egész félautomata rendszert. Féleszűek találták ki biztosan. Hé, van valaki a közelben? Kiszólt. Mi az, hogy kiszólt? Sötét van, uram, és nem ismerem meg a hangját. Kicsoda ön? A főnök vagyok. A legnagyobb főnök, aki valaha volt ebben az átkozott épületben. Mondja meg, mi történt, mi ez a feketesség itt körülöttünk? Olyan minden, akár a legsötétebb űrben. Vagy egy marsi bánya mélyén. Én csak egy őr vagyok, uram. Hivatalosan technikusi beosztásban, de most a különleges alkalomra való tekintettel... Jó, csak azt hiányzik, hogy egy nagy beszédet tartson itt nekem. Ön szerint mi történhetett? Nincs áram, uram. Nincs áram, azt mondta. Na hát, azt hitte, erre magamtól nem jövök rá. Óriási, mondhatom. Hogy az a metángázos? Itt van még? Igen, uram. Elárulná, mire vár? Maga ismeri a terepet. Idevalósi vagy, nem?
Igen, uram. Hát akkor rohanjon, ahogy csak a lába bírja. Szaladjon, keressen valakit, aki illetékes, és el tudja hárítani a hibát. Aki megmondhatná, miért nem kapcsolt még be az automata hiba elhárító rendszer, és egyáltalán micsoda energetikai trükk ez? Az objektumban ilyesmi is előfordulhat? Már is megyek, uram. Ne menjen, siessen. Igen, uram. Hogy az a... Az embernek tönkre mennek az idegei. Már régen nyugdíjba kellett volna mennem. A fenébe is. Jaj, ez egy bútordarab volt. Miért nincs nekem is infravörös érzékelőm, mint egy némely féleszű robotnak? Ezek szerint azok is többet érnek nálunk embereknél is. Hú, végre itt vagyok. Ez a folyosó, ha igaz. Te jó, Kozmosz, milyen gyenge is tud lenni az ember, ha nem lát semmit. Leszállunk, döntött Alters. A fekete férfi féloldalasan Raptorra sandított. Mit szól hozzá? Melyik pillanatban jut eszébe, hogy ezen a hajón ő a parancsnok, és kezd akadékoskodni? Mert hiszen valójában úgy néz ki a dolog, hogy Talters átveszi az uralmat a hajón. Ezt egyetlen varamire való kapitány sem tűrheti. Nem veheti hát rossz néven, ha Raptov egyszer csak kitör. Ő fordított helyzetben már régen folyamatosan és hangosan káromkodna. Mielőtt azonban Raptov kinyitotta volna a száját, gyorsan folytatta. Tudom, öreg, mit akarsz mondani, hogy ez a te hajód, hogy itt te vagy a főnök, igaz? Igaz. Bolintott Raptov némileg meglepetten. Hát képzeld, igazad van. Ezért azt javasolom, közösen hozzunk döntéseket. Nekem nagyobb tapasztalatom van az ilyesmiben, mint neked, a hajód lehetőségeit viszont te ismered jobban. Igyekezett kicsit hízelegni is Raptovnak, miközben valójában azt mondtad neki, te zöldfülű, halvány fogalmat sincs az egészről, engedd, hogy én vezényeljek, így talán megúsztuk élve. De ez csak Manda érezte igazán. Raptovot ez a szöveg egészen elbűvölte, maga is tudta, hogy nem tud sokat tenni egyedül. Kapóra jött neki Talters, és most, hogy nem kellett elveszítenie miatta a tekintélyét is, hát egészen megbékélt. Milyen jó, hogy a fekete kapitány még meg is könnyítette neki a dolgot. Rendben van, mit javasolsz? Kérdezte, és nagyot nyelt. Leszállunk, mondta a fekete határozottan. Raptov szeme kerekre tágult. Tessék! Jól hallottad. A fenébe. Siketek is lehetnek már űrhajósok. Azt mondtam, amit hallottál, Raptov barátom. A másik hajó maradjon csak a bolygó körüli pályán, legalább szemmel tartja amazokat, és idejében értesít bennünket, ha azok elröpülni készülnének innen. Akkor majd üldözi is őket. Mi meg a talajon odalopózunk, és meglepjük őket. Mindjárt adok is egy kódolt rádióüzenetet a kettes számú hajónak. Ha gondolod, hogy beleegyeznek, szabódott Raptov. Bele kell egyezniük, felelte ő erős hangon, és leült a rádiókészülék elé. A következő percekben némi vita zajlott. Az űrben beleszólt Hoffman parancsnok is a marsi bázisról, aztán, mivel Talters igen meggyőzően közölte, hogy ez az egyetlen lehetőség az ellenség kifüstölésére, végre mindenki egyetértett. Akkor megint Raptovra nézett. Készíts ki két űrruhát, magadnak és nekem. A parancsnok nem hagyhatja el a hajóját, kezdte volna ellenkezést ismét Raptov, de ő csak nézte az arcát, nézte szótlanul. Raptov lassan abba hagyta az ellenkezést, a tekintet hatása alatt végre egészen véleményt változtatott, és már így folytatta a mondatot. De különleges esetekben természetesen figyelmen kívül hagyhatjuk a szabályzatot, úgy vélem. Helyesen véled, szögezte le, s többé nem tért vissza az ügyre. Utasította a kormányost, számítsa ki az új pályaadatokat, majd félrevonta Maddát. Ha Raptov meg én elhagyjuk a hajót, tartsd nyitva a szemed. Úgy látom, az emberei újoncok. Nem szeretném, ha a döntő pillanatban elveszítenék a fejüket. Elmondanád végre, kigazogott lent, és miért lőttek ránk most már kétszer is? Türelmetlenkedett Madda. Majd mindent megtudsz a maga idejében. Neked most csak a biztonságunkra legyen gondod. Nem folytatta, mert odajöttek a többiek, kérdeztek valamit. Csak megszorította a lány karját, biztatóan és szeretettel. A lány látta a férfi nagy szemében visszatükröződni a vezérlő lámpáit, örült, hogy Talters megbízik benne, ugyanakkor rettenetesen aggódott is miatta. Még fülében zúgott a szó,
amit elektromágneses hullámok ezrei vittek valahol az űrben. Szeretlek, Madda. Készen vannak az új adatok? Kérdezte Raptov a gyerekképű navigátortól. Igen, kapitány. Akkor gyerünk, mire vártok? A világűr feketességében oly kevés a fény. A kisbolygó is alig veri vissza a távoli nap, már amúgy is nagyon gyenge sugarait. Szürke felületét évmilliárdok óta nem érintette senki. Néha belecsap egy meteor, de különben hihetetlenül hosszú idő telik el úgy, hogy az egyformaság, a változatlanság örökkévalónak tűnik. És sokszor valóban az. A legtöbb ilyen halott égitesten 10 milliárd éveken át nem is lesz semmilyen változás, míg el nem következik a végső, a nagy, totális pusztulás ideje, amikor pedig úgyis vége lesz mindennek. Az anyag részecskéi erről úgysem szereznek tudomást, amint hogy semmiről sem. Az élettelen kozmosz saját törvényei szerint alakítja át anyagát, és ebbe az olyan porszemek, amelyek azt hiszik, már elnyerték a legfőbb értelmet, úgy igazán nem avatkozhatnak bele. A kisbolygó mellett száguldó űrhajó kormányrakétái és hajtóműve beindultak. A fémtest irányt változtatott, mind jobban közelített az aszteroida felszínéhez. Hamarosan veszélyesen közel került hozzá, de ügyes manőverrel az utolsó másodpercekben elkerülte az ütközést, és a telepadottságokat követve igen mély repülésben haladt a felszín fölött. A láthatár széle felé igyekezett, és ott egyszer csak kicsaptak órán a fékező rakéták lánycsóvái, a hajótest függőlegesre emelkedett, majd lassan, csökkentve a motorok teljesítményét, leült a kisbolygóra. A sötétség még mindig uralta az objektumot. Áthatolhatatlan és ijesztő volt. Bat csak annyit hallott, hogy valahol a közelben csapódott egy ajtó. Ettől rögtön éberebb lett. Közben igyekezett hallani Trill lélegzését is, hisz most csak a fülére hagyatkozhatott, a műszerek nem dolgoznak áram nélkül. Nem ismert rá gondolni, mi lenne, ha Trillnek most kellene beadni valamilyen szert. Erre soha nem gondolt még senki, olyasmi a Földön és a társbolygókon, az összes emberi lakhelyen nem fordult még elő, hogy egyszerre teljes energiahiány lépett volna fel. Az orvos halványan sejtette, hogy ez nem lehet a véletlen műve. Lehet, hogy még mindig vannak olyanok az objektumban, akik Trin életére törnek. Az ajtónyitás ismétlődött, de most már közelebbről. Tapogatózott kezével, jó lett volna találni valamilyen tárgyat, amivel védekezhet és megvédheti Trint is. Ősi ösztön ébredt benne, ma már másodszor, és tudta, ha kell, fizikai erővel is védekezik majd, ha úgy hozza a szükség. Bart? Kérdezte egy hang. Nóra? Nem akart bujkálni, rejtőzködni, ahogy meghallotta a nő hangját, azonnal megbízott benne, sőt, örült is, hogy idejött. Ha belegondolt, hogy Nóra sem ismerte az objektumot, mégis vállalta ezt a gyalogutat a lépcsőkön, hisz a liftek sem működtek, ugyanakkor félt is, mert egyben azt jelentette, ugyanígy ide juthat más is. Főleg, ha náluk jobban ismeri a helyszínt. Itt vagyok, vigyázz, mondta Bart. Nóra kezét előre nyújtva tapogatózott. Az abszolút sötétségben sehonnan sem jött fény, így még egymás fehér ruháját sem láthatták. Kezek találkoztak. Itt vagyok. Jó, hogy eljöttél. Egy másodpercig csak álltak, közel, egymás kezét fogva. Hallották egymás lélegzését, és nagyon jó volt az a pillanat. Hárman voltak, hisz Trin is ott volt, de jelenléte nem volt az igazi. Egy másodpercig, mert aztán Bartban újjáélett az aggodalom. Lehet, hogy őt akarják meggyilkolni. Azért jöttem ide én is. Meg kell védenünk Trint. Zajt hallottak. Az első pillanatban önkéntelenül is közelebb húzottak Trinhez. Bart érezte a nőből áradó parfümöt, szinte látta, hogy remeg, pedig hát nem láthatta a szemével. Érezte. Halvány fény bukkant fel valahol az üvegfalak mögött. A két ember lélegzetét visszafojtva várakozott. Bart esze villámgyorsan járt. Mit tehetne? Eszébe jutott, amaz talán nem ismeri a korterem berendezését. Még akkor sem, ha az objektumban dolgozik. Hiszen ide ritkán vagy soha nem juthatott be, ha nincs itt beteg, a terem mindig zárva van, ha pedig van beteg, a sterilitás miatt nem engednek be kívülállókat. Az ötlet filmszerű volt, éppen ezért nagyon élesen látta maga előtt. Pár szóval Nóra fülébe sugta, és már mozdult is.
A lámpafény közeledett. Ezt használta ki az orvos, már látta a bútorokat és a nagy műszerblokkot, megkerülhette őket. Az egyik üres ágyhoz ment, ráfeküdt, magára rántotta az oxigénsátor mindig készen álló, félig áttetsző burkolatát. És várakozott. Feszülő izmokkal készen arra, hogy felugorjon, és... Ismét ugyanazt érezte, amit Longis támadásakor. Milyen ősi is még az ember. Harcra vágyott. A falak mögött közeledett az imbolygó fényfolt. Adamson doktor a kabinjában feküdt. Álma nyugtalan volt. Az idős férfi mostanában rosszul aludt, és azt is észrevette, hogy mindig ugyanaz az álom ismétlődik. Egy lejtő haladt. Először zöld mezőt látott, földi volt a táj, ám később a lejtőn belevágódott a mezőbe, már nem füvet, csak sötét barna földet látott. A környék is komorabb lett. Felhők gyűltek föléje, sötét lila, feketés felhők, villámlott is néha, de nem eredt el az eső. Ő pedig csak ment, nem saját akarata irányította, idegen erő kényszerítette a lefelé haladásra, mind mélyebben volt. Végül csak a földet és a felhőket látta, lassan barlanggá sűrűsödött körülötte a sötétség, és nőtt magánya. Eddig egyetlen álmában sem érkezett meg a lejtő végére, mindig felébredt. Most is. A sötétséget nézte mit sem látó szemekkel, és azon töprengett, mit jelenthet ez az álom, és hogy jelente egyáltalán valamit. Tanulmányaiból tudta, hogy a szervezet tudatalattia bizonyos esetekben a betegségeket évekkel korábban jelzi az álomban, de azt is jól tudta, túl kevés az ilyen eset, oly ritkán fordul elő, hogy ebből még nem sikerült az orvosoknak semmilyen következtetés levonniuk. Pedig évszázadok óta ismert a jelenség. A lejtő a halál, gondolta most keserű szájízzel. 124 évesen persze nem először jutott eszébe a végső elmúlás ügye, tulajdonképpen hozzá is szokott volna a gondolathoz, ha ehhez egyáltalán hozzá lehet szokni. Bármennyit is foglalkozott az élettel, a halála továbbra is érthetetlen volt Adamson professzor számára. De most zajt hallott az ajtó felől. A kabinban nagyon sötét volt, de rés nyílott, a résen fényszürem lett be. A lámpa sárgás körét csak a padlóra vetítette. Valaki bejött. Adamson doktor? Keljen fel, mondta egy hang ellentmondás nem tűrően, határozottan. Baj van? Kérdezte Adamson. Már nem gondolt az álombéli lejtőre. Még nincs, de lesz, ha nem engedelmeskedik azonnal, mondta egy ismeretlen, és előre nyúlt. A lámpa fénye egy lézerpisztolyra esett. A fegyver csöve a professzorra szegeződött. Mozgás, öreg! Hogy az a? Mit képzelsz, meddig várok rád? Eléggé hűvös van idekint, ha nem tudnád. Elég egy pillantás vetni a hőmérséklet kijelzőre. Képzeld, mínusz 269. Nyugalom, ennyit azért én is tudok. Azt hiszed, mert pár évvel korábban kezdtél csavarogni az űrben, mint én, már te vagy a bölcsebb a Merkur és a Plutó pályája között? Igyekezz már. Látod azt a nagy szűk és fekete sziklát ott előttünk? Minden szikla szürk és fekete tart, ez barátom. Hogy az a? Meg fogok veszni miattad. Elvisz a szívinfarktus. Nincs ellenemre, de lehetőleg nem most. Szkafanderen keresztül szer fölött nehéz lenne szívmasszást alkalmazni. Élvezem a humorodat. Figyeld az irányjelzőt, amiről én beszélek, a 23-as foknál található. Látom. Na végre, arra menjünk. Nem félsz, hogy észrevesznek a mazok? A láthatár igen kicsi, a bolygó görbülete miatt hamar felbukkanunk az ő láthatárukon. Kockázat nélkül nincs győzelem. Ez szépen hangzott. Tudsz még ilyen bölcseket mondani? Amennyit csak akarsz, Raptov barátom. De azt javasolom, most inkább hallgasson kell. Lehet, amazok is figyelik az étert, és hamarosan a mi kicsiny hatósugarú adónkat is meghallhatják. Rendben tartasz. Nóra szíve a torkában dobogott. A lámpa fényköre már ott állt a bejárat előtt. Állt, mert egy pillanatra mozdulatlanná változott, mintha a hozzátartozó ember habozna vagy tájékozódna. Aztán mozdult az ajtó, de előtte Nórának úgy tűnt suttogást hallott. A nyitott ajtón bejött valaki. A fény körbeszaladt, megállapodott Nórán.
A nő a Bartot rejtő oxigénsátras ágyhoz hátrált, széttárt a kezét védőn, sápat volt. Adamson vagyok, mondta az árnya fény mögött. Nóra megkönnyebbült, de mégis valami rossz érzés lopózott belé. Adamson szólt, valóban megismerte a hangját. De mégis, mintha nem a lámpát tartó kéz vagy kezek mellől szólt volna. Finom volt a különbség, a nő csak halványan sejtette, valami nincs rendben. Mi történt, professzor úr? Kérdezte a nő. Nincs áram, mondta Adamson. Remegett a hangja. Nóra még mindig nem mozdult el az ágy mellől. Csak Trin nehogy megszólaljon most, fohászkodott. Elég, ha felnyög és végünk. Ezért jött? Kérdezte Nóra gyanakodva. Hangosan beszélt, hogy a sátor alatt Bart is jól hallja. Ekkor furcsa dolog történt. Adamson és a lámpa ketté vált. A professzort egy erő az ajtóhoz lökte, a lámpa mintegy önállóan mozdult a másik irányban. Nóra felé. Félre az útból, doktornő, mondta egy durva hang. Az ismeretlen férfi nagyon magabiztos volt. Nóra megértette, az ismeretlen túszként használta Adamsont, és talán azért is hozta magával erőszakkal, hogyha a kórterem környékén valaki megállítaná, a professzor kénytelen legyen garanciát vállalni az ismeretlenért, mintegy fedezni őt. Az orvosnő most próbált ellenkezni, de egy kéz ujjai oly erősen szorították karját, hogy felkiáltott. Jókora lökéstől repült ő is a fal felé. Az idegen egyik kezében a lámpával, a másikban a lézerpisztollyal a sátorhoz lépett. Hogy elrántsa az áttetsző műanyagot, szüksége lett volna egy harmadik kézre is. Ügyetlenkedése csak egy másodpercig tartott. A lézerpisztolyt és a lámpát összefogta, szabad kezével félrehúzta a függönyt. Bart már készen állt, kezelendült. Az idegen az ökölcsapást egyenesen a homlokára, az orrnyergére kapta. De Bartban csak a harag, az ismeretlen ellenségek iránti düh dolgozott, ezért csapása nem volt túlerős. Az ismeretlen megtántorodott. A lámpa csörrenbe zuhant a padlóra. Bart lelépett az ágyról, de semmit sem látott, megtorpant. Sötét lett. Valaki káromkodott. Adamson tapogatózott, de valaki félrelökte. Léptek távolodtak, ajtók csapottak. Ki volt ez? Nóra karját tapogatta. Még mindig szédült az iménti erős lökéstől. Nem kísérletezett tovább, fény nélkül ő sem megy semmire, mondta Bart. Ugye elment? Egyelőre senki sem válaszolt. Később megszólalt a professzor, szükségét érezte, hogy mentegetőzzön. Adamson még mindig megrendülten mondogatta, mi történt előzőleg a kabinjában, aztán így folytatta. Nem tudom, kicsoda lehetett, de igen jól ismerhette az objektumot, mert nagyon sebesen vezetett fel a lépcsőn. Senki sem mozog ebben az átkozott bunkerben, dühöngött Bart. Feszültsége csak most törte át az eddigi kényszerű hallgatásgátjait. Haragosan csapott öklével a levegőbe. Hol vagyunk a fenébe is? Egy órával ezelőtt azonnal itt volt az őrség és közbelépett. Most a sötétség miatt ők is késlekednek. Ekkor hirtelen kigyulladtak a lámpák. A fény most vakítónak tetszett, pedig a kórteremben amúgy is csökkentették a világítást. Látták, az áttetsző üvegfalak mögött teljes fényerővel világít az összes lámpa. Megszólaltak a hangszórók. Figyelem! A parancsnok beszél. Az imént mintegy 10 percig teljes energiaellátási szünet következett be, oka feltehetően műszaki hiba volt. Mint látják, a hibát elhárítottuk. Mindenki térjen vissza a helyére, és telefonon azonnal hívja fel közvetlen fölöttesét. A hang ezt még 2-szer megismételte. Bart Trinhez sietett. A fivére állapotában nem állt beváltozás. A férfi még mindig nem tért eszméletre, de megint suttogott valamit. Bart csendet intett, és Trin füléhez hajolt. Bátyja száraz ajkai közül ezeket a szavakat hallotta. Bart, szólj nekik! Menjenek az árokba! Felülről láttam, pontosan oda vezet. Veszélyesek ám! Aztán elhallgatott. Bart vizet adott neki ismét, látta, hogy a láza lecsökkent. Minden egyéb jel lassú, de fokozatos javulása utalt. Nóra már ott volt mellette, amikor hirtelen felbukkant Tomassi. Minden rendben? Persze, Adamson legyintett, ahhoz képest, hogy ismét volt egy merénylet. Tomassi végighallgatta beszámolójukat,
Megnézte a földre ejtett kézilámpát, de a legjobban Trin iménti szavai érdekelték. Bart elmondta, mit közölt vele, félig eszméletlen fivére, mielőtt bekövetkezett a merénylet. Nem szólt egy szót sem, mozdulatlan arccal elment telefonálni. Nórának volt egy olyan érzése, hogy Tomasziban lassan gyúlik a harag. Mi lesz, ha kirobban? Főnök? Én vagyok. No végre, már mindenfelé kerestem. Fölösleges a megjegyzés, térjen a tárgyra. Tud már valamit az áramhiány okáról, Tomasszi? Arról még semmit. Illetve tudom az okát, hogy ne tudnám. Az ismeretlen férfi előbb kihúzta Adamsont az ágyból, az ő fedezetével bejutott a kórterembe. Nem világos, miért volt szüksége az öregre, talán, hogy megtévessze az orvosokat. De azok már felkészültek, ők futamították meg az illetőt. Nem ismerték fel? Sötét volt. Hogy az a? No, majd megtudjuk. Készítettem egy listát, itt ragyog előttem a képernyőn. Mindenkinek el kell most mondania, hol tartózkodott az energiahiány előtt és alatt. Remélem, észreveszek ellentmondásokat a vallomásaikban, és akkor lebukik az illető. Érti, Tomasszi? Mindenkitől hallani akarom ezt, még magától is. Értem, főnök. Ha mindenkitől, hát tőlem is. De először azt hallgassa meg, mit mondott az űrhajós. Tartász is aggódott, csak persze nem szólt róla Raptovnak. Majd éppen ezzel a hirtelen kedvű alakkal közli félelmeit. Vagy megijedne, vagy, ami még rosszabb, őt gyanúsítaná gyávasággal. Már jól előre haladtak a kisbolygó felületén. A haladtak szó nem pontosan fette a valós helyzetet. Ha nem vigyáztak, a jelenléktelen tömegvonzás miatt szinte repültek az űrbe. Az aszteroidának természetesen nem volt saját légköre, a távoli nap volt a legfényesebb pont a fekete környezetben. De most az is valahol a másik oldalon járt. A nap felkelte különben 40 percenként ismétlődött, annyi idő kellett, hogy a kicsiny égitest megforduljon tengelye körül. Amikor a nap éppen oda tűzött, ahol jártak, Raptov egyszer csak megtorpant. Nézd, hogy csillog a felület! Csillog ám a fenét, morogta, mielőtt oda nézett volna. Csupán csak azért, hogy ellenkezzen Raptovval. De önkéntelenül is oda pillantott persze. Két meteor vágta kráter között világos foltokban láthatták a felszínt. Mintha a szürke porréteg nem tudta volna teljesen elfedni. Mi lehet ez? Kérdezte Raptov. Hiszen itt nincs saját fény, és a kisbolygóról is olyan kevés vetődik ide. Olyan, mintha a talajból jönne. Majd visszafelé jövet megnézzük. Most nem kiránduláson vagyunk, utasította rendre. Mentek tovább. Akkor szólalt meg sisakjukban a rádió. Talte ezt, Raptov? Itt az űrhajó. A marsi bázisról kaptunk egy jelentést, amit azonnal közölnünk kell veletek. Akkor mire vártok, halljuk? Dörögte. Az egyik űrhajós, tudjátok, azok közül, akiknek felrobbant a kordelli hajtóművük, azt közölte, van egy repedés a kisbolygó felszínén, amely éppen amazok táborhelyéhez vezet. Ezt még állítólag látta, mielőtt szétlőtték a hajójukat. Ez jó hír, felelte Raptov lelkesen. Ő lehűtötte kissé. Remek, de hol találjuk meg azt az árkot? Érdeklődött vészjósló nyugalommal. Akkor szólt bele Madda. Mindjárt felveszem a kapcsolatot a kettes számú hajóval, hiszen az itt kering a kisbolygó körül, onnan felülről beláthatják a terepet, és útba igazíthatnak benneteket. Végre egy okos ötlet, dörmögte, de mindnyájan érezték az űrben, hogy most nagyon elégedett. Kétszeresen is, mert valóban így előbbre juthatnak, másrészt viszont ugye ez éppen Maddának, az ő Maddájának jutott eszébe. Mentek tovább, de egyszer csak Raptov makacsul megszólalt. Te nekem beszélhetsz, amit akarsz. Én igenis láttam az előbb, hogy csillogott a felszín a kráterek között. No, mondd csak ki kereken, mi fáj, vakkantott rá. Nem fáj semmi. Egyszerűen közlöm vele, Tartász kapitány, amit úgy is tudsz, és amiről immár nekem is egy csöpp kétségem sincs. Az aranybolygón vagyunk.